Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A háttérből talán néhányan már felismertétek, hogy ezúttal Vácon vagyok, méghozzá két okból. Az egyik az, hogy itt dolgozom az Egészségváros programban, ez az idei sorozatnak az első állomása a március 15-e téren. A másik pedig az, hogy itt ebben a városban van egy eléggé rendkívüli tárlat, amit meg szeretnék nektek mutatni. Igen, a múmiákról van szó. Az Egészségváros egy több mint 10 éve futó program, ami az ország különböző városaiba látogat el. Itt nem csak simán egészségügyi szűrővizsgálatok és szaktanácsadások várnak, hanem egy elég erős ösztönző tényező is bejátszik. Ahány szűrésen, előadáson, sport vagy kulturális programon, vagy akár újraélesztés gyors talpalón vesztek részt, annyiszor 300 forint támogatást ad a programsorozat mögött álló nagy magyar gyógyszercég a helyi kórháznak. Ezek összesen rendre sok milliós tételt adnak ki. Persze ezt az összeget simán át is utalhatná a cég, így viszont az esemény egy kicsit hozzájárul az egészségtudatosság növeléséhez, az orvos-beteg viszony formálásához, és ahogy azt tavaly személyesen is tapasztaltuk, elég erős helyi közösségépítő ereje is van. Mondjuk ez sajnos az időjárástól is függ, ebből a szempontból Vác azért nem kényeztetett el minket. Ez a második év, hogy a Szertár, vagyis én, és a Tupi, vagyis a Tudományos Piknik mögött álló hallgatók a Játékos Természettudomány sátorban várunk titeket kísérletekkel. Ja, egy kis promó. Rakok be egy linket a videó alá a Tupi által szervezett nyári táborokról. Vessetek rá egy pillantást! Mivel folyamatosan mennek az előadások a színpadon, ezért egy kicsit eltávolodtunk a hangtól egy ilyen zárt udvarba. Itt van velem Ernák, ő az egyik srác, aki segít a kísérletező stannál, és van neki egy elég különleges kísérlete. Nézzük meg! Ez nagyon frappáns volt. Ugye lezárt végű üvegcsőbe vörös foszfort fogok tenni, ezt egyébként a gyufás doboznak a széléről kapartam le még. Majd egy fülpiszkálót dugok bele, és elkezdem óvatosan melegíteni. Melegítés hatására a vörös foszfor fehér foszforrá fog alakulni, és ezen fehér foszfor majd szépen bele fog kerülni a fülpiszkáló vattájába. És hát ugye a fehér foszforról azt tudni kell, hogy főleg melegen nagyon szeret meggyulladni szabad levegőn, úgyhogy amikor majd kihúzom a fülpiszkálót, akkor elvileg meg kell gyulladni a szabad levegőn. Ha sikerülni nem is fog, de legalább üdös. És akkor most megpróbálom kihúzni, remélem meggyullad. Azért volt már ma ennél sokkal nagyobb láng is. Hát sajnos most csak ennyire futottam, majd 2 év múlva ennél 100-szor jobbat fogunk csinálni. Persze ez mindig úgy szokott lenni, hogy a kísérlet általában akkor nem jön össze, amikor be van kapcsolva a kamera, amikor pedig összejönne, akkor lemerül az elem. Na mindegy, mondanám, hogy próbáljátok ki otthon, hát ha nektek jobban sikerül, de inkább ne próbáljátok ki. Van itt viszont ezen a téren még valami, amiről érdemes beszélni, méghozzá ott, az a templom mögöttem. Történt ott ugyanis valami nagyon-nagyon érdekes dolog néhány évvel ezelőtt. A fehérek templomaként ismert épület első ránézésre nem lóg ki különösebben a 17.-18. században épült magyarországi templomok sorából. Volt azonban egy világszinten is ritkaságszámba menő titka, ami csak az 1994-es felújításakor látott napvilágot. Egy 1838-ban felhúzott fal megbontásakor ugyanis páratlan leletekre bukkantak. A föld alatti kriptában egymásra rakodott, gazdagon díszített fakoporsók több mint 260 természetes körülmények között mumifikálódott testet őriztek. Ezek nagy többsége a Magyar Természettudományi Múzeum embertani tárába került, 3 testet, számos fakoporsót és egyéb szakrális tárgyat viszont az eredeti helyszíntől pár száz lépésnyire a Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállító helyén láthatnak az érdeklődők. Memento Mori, emlékezz a halálra, idézi több koporsó felirata és képi szimbóluma. Ezeknél is érzékletesebbé teszik viszont az elmúlást maguk a mumifikálódott holttestek. Az, hogy ilyen jó állapotban fennmaradtak, több tényezőnek köszönhető. Egyrészt a kripta belsejében állandóan 10 Celsius fok körüli hőmérséklet volt, ami már önmagában lassítja a lebomlási folyamatokat. Másrészt a magasra polcolt koporsók a talaj felül érkező nedvesedéstől is védve voltak, és a kripta aktív használata alatti állandó enyhe légmozgás szárító hatása is közrejátszott a konzerválásban. Bár a feltárás során kifejezetten magas páratartalmat mértek a szakemberek, valószínűsíthető, hogy ez az állapot eredetileg nem állt fenn. A múmiák nem csak a kor társadalmi és vallási temetkezési szokásairól árulnak el sokat, de az éppen maradt szövetek és kinyerhető DNS minták akár az akkori betegségekről és járványokról is mesélhetnek. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert az általában visszamaradó csontmaradványok csak viszonylag kevés betegségről őriznek meg árulkodó nyomokat. A váci múmiák mintáinak elemzésével ma is több kutatócsoport foglalkozik világszerte. Ha Vácon jártok, ezt a helyet semmiképpen ne hagyjátok ki. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornára. Egyébként az Egészségváros programsorozat többi állomásán is ott leszünk. 11-én Tapolcán, 18-án Komáromban, 25-én pedig Jászberényben is találkozhatunk. Gyertek, kísérletezzetek velünk a játékos természettudomány standon, vagy pedig én külön egy előadást is tartok arról, hogy hogyan lehet inspiráló dolgokra felhasználni a közösségi médiát, illetve hogyan lehet valamilyen egyensúlyt találni a magánélet és az állandó közösségi médián lógás között. Szerintem elég izgalmas program, úgyhogy gyertek, találkozzunk ezeken a helyszíneken. Ja, és ha van ötletetek, hogy az adott városban mit érdemes megmutatni mindenkinek az országban, aki követi ezt a csatornát, és van valamilyen természettudományos vonatkozása is persze, akkor feltétlenül írjátok meg kommentben. Találkozzunk a következő videóban, vagy pedig személyesen Tapolcán, Komáromban vagy Jászberényben. Sziasztok!